Előkerült egy olyan videófelvétel, amelyen a francia partiőrség agresszív taktikát alkalmazva akadályozza meg, hogy migránsok jussanak át az Egyesült Királyságba a La Manche csatornán. A járőrhajók a csónakokhoz közel gyorsan manővereznek, veszélyeztetve a benne ülő illegális bevándorlókat. A felvételek egy brit, egy francia és egy német lap közös nyomozásának eredményeként kerültek nyilvánosságra. A francia hatóságok szerint a partiőrség akciójának célja az volt, hogy megakadályozzák a migránsok kijutását a nyílt tengerre. Azt állítják, hogy a csoportot megmentették, az embercsempészeket pedig letartóztatták.